Vállalkozók, vállalkozások képviselői vettek részt a portfólió gazdasági konferenciáján. A találkozón a hazai vállalkozások, azok szerepe, fejlesztése állt a középpontban. Az előadások között Cserpalkovics Andrástól a székesfehérvári vállalkozások szerepéről is hallhattak a résztvevők. Kulcskérdés nyilván elsősorban a munkahelyek száma és minősége okán. Az emberek ezeken a munkahelyeken dolgozva kapják meg azt a jövedelmet, ami az egzisztenciájukhoz szükséges. Nyilván fontos lenne elérni, hogy ez a jövedelem szinte folyamatosan emelkedni tudjon. Ez nyilván kell az, hogy maga a versenyképessége a vállalkozásoknak emelkedjen, és ez az élet mindennapjaiba is tetten érhető a gazdasági szereplők jelenléte, hiszen a környezet létrehozásában, működtetésében, fejlesztésében nagyon nagy komoly szerepe van a helyi adóknak, elsősorban az iparüzési adónak. A polgármester hozzátette, jól mutatja a vállalkozások fontosságát, hogy a helyi adók terhére az önkormányzat teljes finanszírozásában valósult meg az Arany János Általános Iskola 600 millió forintos beruházása, amelyet hétfőn adtak át. A konferencián a gazdasági kilátásokról is hallhattak előadást a résztvevők. Az energiaválságon éppen még csak túl vagyunk, közben az infláció még mindig itt van velünk, és a gazdasági növekedés is sajnos eltűnt a gazdaságból. Ezt kellene valahogy megfordítani, és közben pedig a költségvetés bajait is kezelni, tehát nem egy egyszerű a helyzet, de úgy látszik, hogy azért nagyjából az alagútból elkezdünk kijönni, lassan élénkülni fog a gazdaság, az infláció is valamelyest javult az elmúlt hónapokban, úgyhogy van rá esély, hogy valóban a jövő éve már jobban nézzen ki, mint az idei. A portfólió rendezvényén megtudhatta a hallgatóság, hogy a kormány milyen intézkedéscsomaggal óvja a hazai kis- és középvállalkozások növekedési lendületét, milyen a Fejér vármegyei régió gazdasági helyzete és kilátásai, milyen finanszírozási lehetőségei vannak a mikro- és kisvállalkozásoknak.